Ez a videó most különleges. Sziasztok! Gondolkodtatok már azon, hogy mit csinálhatnak a felnőtt filmes sztárok, miután otthagyták az erotikus ipart? Nos, egyesek profi sportolók lesznek, mások színésznek állnak, de akad olyan is, aki politikai pályára lép. Ebben a videóban annak járunk utána, hogy mihez kezdtek az egykori magyar felnőtt filmes sztárok, mióta búcsút intettek a korhatáros jeleneteknek. Bár ez a hideg idő nem kedvezett nekem se, azért így megfázva, szeretettel ajánlom nektek ezt a videót. Michelle Wilde. Vad Katalin, művész nevén Michelle Wilde, 3 évig volt az erotikus iparban, de 2004 óta már nem szerepel korhatáros filmekben. Igazából normális munkahelyem még nem nagyon volt, 3 napig voltam virágkötő. Első erotikus filmjét 2001-ben forgatta, és pályafutása alatt számtalan, a szakmában azóta is híres és többszörösen díjazott alkotást készített. A színésznő gyakran szerepelt férfi magazinok címlapjain, és egy időben rádiós műsorvezetőként is tevékenykedett. Itt ismerkedett meg későbbi férjével, akivel azóta is boldog házasságban élnek, és született egy közös gyermekük. Miután visszavonult a felnőtt filmek világától, hátat fordított a médiának is, nem haknizott különböző celebes tévéműsorokban, és visszafogott családi életet élt. Ettől függetlenül a Jóban-Rosszban című sorozatban egy ideig naponta a képernyőn láthattuk Janovics Ivettként. Ezt követően pedig szerepelt a 2009-es Stricik és a 2010-es Dobogó kövek című alkotásokban, majd 2019-ben ismét visszatért a felnőtt filmekhez. Na, nem úgy, ahogy gondoljátok, ugyanis Csoma Sándor Casting című 2019-es kisjátékfilmjében kapta meg a 4 főszerep egyikét. Vannak olyan pontjai a színész létnek, amitől azért még félnék egy kicsit bevállalni. A rövid filmben nyújtott alakításáért rengeteg elismerő kritikát kapott. Az Index egyik véleménycikkében például azt írta, hogy minden gesztusa és minden mondata tökéletesen a helyén van. Azóta a rendező már fejleszti a nagyjátékfilmes verziót, valószínűleg viszont láthatjuk benne a színésznőt. Aleska Diamond. Én egyszerűen nem tudok úgy lefeküdni valakivel a magánéletben, és ez nagyon érdekes, hogyha nem ismerem. Mára Aleska Diamond nevét az egész ország ismeri, a magyar média közkedvelt alakja lett, és rendszeresen szerepel a bulvárlapok címlapjain, és több 10000-en követik a mindennapjait az Instagramon. A felnőtt filmesből lett légtornász, Sáfrányemese 2007-től kezdődően 5 évet dolgozott az erotikus iparban. Az iparágat 2013-ban hagyta ott, majd topless időjósként és fitnessmodellként dolgozott, de elkezdett aktívan foglalkozni a légtornászattal is. A családom nyilván nehezen és rosszul fogadta ezt az egészet. Mai napig nem könnyű nekik, és ezt én abszolút 100%-osan megértem. Nagyon örülnek a döntésemnek, hogy szeretném abba hagyni. 2014-ben megjárta a dzsungelt az RTL Klub Celeb vagyok, menj ki innen című valóságshowjának 4. szériájával, ahonnan 3. helyezettként távozott. 2015-ben saját életéről jelentetett meg könyvet, Aleska, de hova tűnt Emese címmel. 2016-ban a Légtornászok Világszövetsége által rendezett Rigai Világbajnokság egyik számában ezüstérmet szerzett, majd 2017-ben az úgynevezett B kategóriában Európa bajnok lett. 2019-ben részt vett a TV2 Exatlon Hungary című sportrealityben, amit végül feladott, mert csapattársai nem tudták elfogadni a felnőtt filmes múltját. 2018-ban nyitotta meg az Aleska Ariel mozgásstúdiót, ahol azóta is oktat és folyamatosan készíti fel a versenyzőket hazai és nemzetközi versenyekre, különféle eszközökön. Időközben saját sportruházat kollekciót is piacra dobott, valamint légtornász karrierje kapcsán újabb könyvet írt, ami 2020-ban Légtorna versus Fizika címmel jelent meg. Magánéletben pont a másik oldalra vágyok, arra, hogy valaki szeressen, és valaki törődjön ne csak a testemmel, hanem a saját személyemmel is. Egy kisfia van, Nolan, akinek apukájával, Hornyák Ádámmal a 2019-es nyerőpárosban szerepeltek. A férfivel 4 év után szakítottak, a média szerint pedig azóta mindketten újra párra is találtak. Cicciolina. Cicciolina polgári nevén Staller Ilona Olaszországban csinálta meg szerencséjét erotikus színésznőként még a 70-es években, ahova névházasság révén költözött és szerzett állampolgárságot. Közben te főzöl, ajándékozok neked egy én személyes énektáncomat.
Már az első komoly jelenete előtt aktívan szerepelt az olasz médiában. Saját rádióműsora volt, apróbb mellékszerepeket kapott olasz filmvígjátékokban és erotikus játékfilmekben. 1978-ban hatalmas botrányt okozott, mikor az olasz állami televízió élő egyenes adásban megmutatta meztelen kebleit. A felnőtt filmes karrierje csúcsán a politikába is belekóstolt, az olasz zöld párt színeiben indult, igazi hippiként mindenfajta erőszakot ellenzett, kiállt a halálbüntetés és az állatkínzás megszüntetéséért, valamint hangsúlyozta a környezetvédelem fontosságát. 91-ben az öbölháború kirobbanásának előestéjén felajánlotta szolgáltatásait Saddam Hussein iraki elnöknek, ha elengedi a túszul ejtett külföldi állampolgárokat. Az ügy végül Csicsolina nélkül oldódott meg, de a botrányhősnő politikai karrierje folytatódott. Ebből 18-as karika lesz. Ugyan képviselői megbízatása véget ért, erre válaszul megalapította az olasz szerelempártot, de ezzel végül szintén nem jutott be a parlamentbe. Utolsó felnőtt filmjét 1994-ben forgatta, amelyben önmagát, azaz Csicsolina parlamenti képviselőnőt alakította. A személye iránti halványuló érdeklődést számos bizarr cselekedetével igyekezett csökkenteni, de a szokásos mesztelenkedései kevésnek bizonyultak. 2002-ben a magyar politikában is próbálkozott, de végül nem tudott elegendő számú jelölő cédulát összegyűjteni. Amikor betöltötte a 60. életévét, óriási felháborodást keltett, hogy az olasz képviselőházban eltöltött 4 év miatt megkapta a képviselői szolgálati nyugdíjat. Ezt aztán az olasz parlament megvonta tőle, és azóta próbálkozott már szinte mindennel. Beperelte a Google-t, az X-ét, visszament vetközni, eladta a lakását, de még ez sem volt elég, hogy rendezze anyagi helyzetét. Csicsolina jelenleg 15 cicával él együtt, és új hobbija a festészet. Kelly Lennox. Én úgy gondolom, hogy ennél jobbat most nem tudok nektek adni. Kelemen Annát 2005-ben ismerte meg az egész ország egy tévés szereplés által, azóta pedig celebbé nőtte ki magát. Pályafutása elején még tagadta, hogy részt vett volna felnőtt filmforgatáson, majd 99-ből előkerültek olyan felvételek, amelyeken egy Kelemen Annára nagyon hasonlító fiatal lány látható. Később kiderült, hogy több erotikus filmet forgatott Kelly Lennoxként, és ma már a művész nevére rákeresve az interneten, az első oldalak találatai felnőtt tartalmakkal van. Tele. 2013-ban visszatért a TV2-höz, és számos olyan showban láthattuk, mint a Kasza vagy a Frisbee, valamint szerepelt az Édes Életben, ahol nyomon követhettük elkezdett énekesi karrierjének építését is. 2014-ben kiadott saját könyve, a 30 nap a nép szolgálatában hergelte a kedélyeket, amelyben erotikus részleteket teregetett ki a magánéletéből. 2018-ban attól volt hangos a magyar sajtó, hogy Kelemen Anna bejelentette, indul a választásokon, erre végül azonban nem került sor. Helyette felajánlotta, hogy az országgyűlési választásokon résztvevő szavazók közül kisorsol valakit, akivel eltölt egy estét. A nyereményjátéknak meg is lett a győztese, de a férfi nem jelent meg nála, mindössze csak egy csokor virágot küldött maga helyett. Ugye van az Instagram oldalom, ami szerintem durván elment egy közönséges irányba, de hogy nem céltalanul és nem öncélú magamutogatás miatt. A celeb az Instagram oldalán folyamatosan betekintést enged a napjaiba, tette ezt akkor is, amikor vetközéssel nyugtatta meg a karanténban rekedt rajongóit. Nemrég jelent meg vele egy friss interjú, amelyben elmeséli, hogy az elmúlt fél évben több mint 10 kilót fogyott, így a súlya újra 4-essel kezdődik. Ahogy ő fogalmaz, jelenleg izomból, csontból, bőrből és némi szilikonból áll a teste. Ennyi lett volna mára. Úgyhogy szerintem feliratkozni ér, és sokan nem tudjátok még, hogy az mennyire jó. Hamarosan találkozunk, de addig is, sziasztok!